Folytatjuk a hukkot. Az utolsó előtti részhez, a tizedikhez érkeztünk. Már majdnem vége a könyvnek. Ennek a résznek a címe az, hogy az aratás. Halk zizegéssel aludt a búzahető, és a földi bodza alatt elnyúlva a három róka. Csak így lábai mozdultak meg néha, mintha futna, és remegett az álomtól, melyben újra végigélte a szabadulást. Kalászokról egy-egy esőcsepp hullott a földre. A hold magasan járt, és szivárványos udvart rakott magának, mert elmentek a felhők, és nagyon egyedül érezte magát. Reggel pedig, mintha sohasem lett volna feketén hörgő villámos éjszaka, ragyogóan felsütött a nap. A verebek kirepültek a faluból, és az életbúzából reggeliztek. Csi népe csivitelve köszöntötte a meleget és világosságot, amit a nap hozott, amikor felébredt a három róka. Nem mozdultak, csak a szemük járt. Ha előbb ébredünk, itt hagytuk volna ezt a helyet, mondta Karak. A sötétség előtt a sima bőrű itt járt, és az csak rosszat jelent. Nem jót érzek. Hát menjünk akkor innét, tanácsolta így. Karak csak ránézett, és így tudta, hogy nem tőle kértek tanácsot. Ha a hideg fény újra felszáll, elmegyük innét, és más helyet keresünk. Csinépe is tudja, hogy itt vagyunk. Rá is itt szemtelenkedett. Jobb, ha elmegyünk. Vuk ekkor csendesen felemelte fejét. Fülei meretten figyeltek, és azt mondta. Sima bőrű jár De ekkor már mindhárman hallották, hogy az emberek járnak a búzatábla mellett. Két ember. Nézték a búzaerdőt, mely a földön feküdt, megfogták a kalászokat, melyek nedvesek voltak, és csóválták a fejüket. A fene ezt a ronda időt dörmögött az egyik, várni kell. Talán délután megkezdhetnénk, tekintetes uram, mondta a másik, akinek nagy botja volt, és pipa szárált ki a zsebéből. Nem bánom, délig sokat szárad, csak izenjen az aratógazdának, hogy addig ne kezdjék meg, amíg a fővadász úr ide nem érkezik. ráják a táblát. Azt mondják, ebben vannak a rókák. Igenis, Végignéztek még egyszer a búzaerdőn, aztán elballagtak a falu felé. A három róka mozdulni sem mert. A fecskék felettük bogaráztak. Rá is arra repült a falu felé, hol tolvajkodni szokott, és ha ezek észreveszik őket. Kész a veszedelem? Hallották, hogy az emberek elmentek, és ez egy kicsit megnyugtatta őket, csak vukverte a földet farkával nyugtalanul. Pedig a délelőtt csendben telt el. Szikrázva égett, felettük a nap, pattogva száradtak a búzaszálak, és a föld meleg párát lehelt, mely hullámozva táncolt a levegőben. Sohasem vártam, így a sötétséget suttogott karak. Elmúlt dél is. A harangszó szétterült a határban, mint a megszolgált ebéd illata, és az árnyék meredek lett, mint a templom torony. Éppen elszunítottak egy kicsit, amikor valahol a falu alatt dobogni kezdett a föld, sok ember lépése alatt, és sok hangú beszéd mormolása ért a fülükhöz. Felugrottak mind a hárman. Vérükben remegve szaladt a veszélyérzése, szemük keskeny lett, mint a késpenge, és szinte nekirohantak a búzaerdőnek, hogy minél messzebb legyenek az emberektől. Már elindultak az erdő felé, amikor onnét is felkiáltott valaki. – Készen vagyunk, borsos! – Mindenki a helyén, fővadász úr! Az őrzavaros hangok már közel értek. Jó napot, fővadász úr! Kiáltott valaki. Itt kezdjük, emberek! Na Jézus, segíts! És megpendültek a kaszák. Alábújtak a megdőlt búzaszálaknak, és azok zizegve ájultan döltek egymásnak, mert elszakadtak a földből, amelyben születtek. Elkéstünk, suttogott karak. De úgy kell nekem, hiszen tudtam, éreztem, és a három róka horpaszán jól látható, hogy ver a szívük. Vuk felállt. A halálfélelem szívéből a gyomrába kúszott, és ezt már ki lehetett bírni. Körülnézek, mondta, mert így elveszünk. Ebben a zajban ránk jönnek, és észre sem vesszük. Karak csodálattal nézte Vukkot, amint az eltűnt a búza Nem, erre karak nem lett volna kapható. Az ember közelsége megbénította, és csak a végső veszély ugratta volna ki rejtek helyéről, amikor azonban rendszerint már késő. Így csendben feküdt. Ő ugyan megszokta az embert, de karak remegése ő rá is átcsapott. Tűzött a nap, suhogtak a kaszák, és lassan múltak a percek. Végre megjelent buk. Nem lehet elmenni, lihegte. Mindenütt a sima bőrű, villám lóbottal. Várni kell! és lehasalt. Lassan fogyott a tábla. Szaporodtak a kévék, és itt-ott daloltak a leányok. Szép nyári délután volt. A vadászok homlokukat törölgették, unatkoztak, és csak akkor kaptak a puskához, amikor valaki elkiáltotta magát, itt a róka! Azon az oldalon éppen a fővadász állt, puskáját készen tartotta, de nem látott semmit. Az aratók is megálltak. A fővadász közelebb jött. Ki kiáltott? Beke Pista, mondta valaki. Pista vörös volt, mint a rák. Csak a Marit akartam megijeszteni. A fővadász közelebb jött, és úgy nézett beke Pistára, hogy az szívesen elsüllyedt volna pár percre. Hát, fiam, vigyázz magadra, mert én is megijesztelek, és attól meglátod a csillagokat? Pedig nappal vagyon, mondta az egyik öreg arató, és újból megsuhintotta a kaszát. Ekkor már erősen délután volt. A búzatáblából nem állt nagy darab, és a vadászok lankadó türelemmel várták, hogy a rókák megjelenjenek. Ha lett volna benne, már kiugrott volna, mondta az egyik arató, ami kaszáját fente. Nem állja a róka ezt a nagy zsivajgást. Lehet, mondta az erdőőr, aki ott állt, de a fővadász úr még bízik. Uzsonnára már csak egy kis sarok maradt a nagy táblából, és ebben a kis sarokban a földi bodzák alatt lapult a három róka. Már csak a szemükkel beszéltek. A halálfélelem hűvös szele ott suhogott felettük, de mozdulni nem lehetett. Ha ugorni kell, ne egy nyomon járjunk, suttogta végre Karak. Valamelyikünk talán megszabadul. Várjunk, mondta Vuk, még egyszer kileskelek. Ne! Ilyet meg Karak is így is egyszerre. Elveszel! Vuk azonban nem hallgatott rájuk. Az öreg Vuk vakmerő szíve vert benne, és úgy érezte, inkább meghal, de ostobán vakon nem ugrik a bajnak. Karak letette orrát a földre, behúnyt a szemét, és várta, hogy mikor dördül meg a halál. Vuk bátorsága csodálattal töltötte volna el, ha a félelemtől csodálkozni tudott volna. Az aratók kiértek az újrenden is, és a gazda elkiáltotta magát. – Uzsonna, emberek! – az erdőrök a fővadászra néztek, aki vállára dobta puskáját. Nekem dolgom van a faluban, mondta. Maguk vigyázzanak még egy kicsit, mert nem lehet tudni. És elballagott a falu felé. Amikor eltűnt a domb mögött, az erdőrök is várra vették puskájukat. A fővadász úrnak ilyenkor mindig dolga van, mondta az egyik, és kunyorított. Azzal a kis finom jégbehűtött sörrel, mondta a másik. De a szép kocsmáros nése kutya, aki méri, mondta a harmadik, és elballagtak a nagy fa alá, hol az aratók uzsonnáztak. Igazuk van, mondta az aratógazda, nincs itt már egérse, nem hogy róka. Tessék, erdészulak, ez a kis szalonna, na ne meg! Vuk minden porcikájában remegve csúszott vissza a bodzák alá. A menekülés kapuja szélesre tágult, és szemében az élet lobogott. Elmentek, Utánam, gyorsan! lihegte. Karak és indermedten néztek rá. Gyorsan, sziszegte Vuk! De szemei szikráztak már, és a másik két róka megérezte, hogy engedelmeskedni kell. Felálltak, mint az álomjárók, és elindultak Vuk után. Remegve érezték, hogy világosul a bózaerdő, fogy a rejtek takarása. Szemük kutatva tapogatott, és amikor kiértek, Vuk előre ugrott, mint egy vörös csóva. Az erdőrök vidáman ették a szalonnát, tréfálkoztak a lányokkal, és csodálatos történeteket meséltek a rókákról, akiket törbecsoltak, amikor újra elkeltotta magát bekepista. – Mi a rókák? – mindenkinek megállt a falat a torkán. Az erdőrök kapkodtak, felugráltak. El mindez felesleges volt, mert a rókák már messze jártak. – Ki hitte volna? Ki hitte volna? – Hát ez nagy baj. – Miért lenne nagy baj? – mondta az aratú gazda mert ha a fővadászúr megtudja, hogy itt voltak a rókák, hát kitekeri a nyakunkat. Rókák, mondta a gazda. Hol voltak itt rókák? Látott itt valaki rókát? És végignézett az arató népen, akik nézéséből is értettek. Én nem láttam, mondta Bekepista. Meg mi se, mondták a többiek. No, csak azért mondom, e hát nyugodtan alhatnak az erdészurak. Vuk ekkor ért az erdőhöz. Lassított egy kicsit, hogy karak és íny elérje, aztán együtt suhantak be a cserjésbe, mely sűrű volt, mint a nád, és hűvös, mint az árnyék, mert a harmat alig tudott felszáradni benne. Ledobták magukat a földre. Azután sokáig hallgattak. Körülvette őket az erdő nagy csendje, melyben csak a harkány kopogtatta a beteg fákat. Karak szólalt meg először. Vuk mondta, a rókák népe rólad fog beszélni, és mától kezdve a magad ura vagy. Bátor vagy, mint a nagy nagyvuk volt, és nem kell tanácsot kérned senkitől. Ha akarsz, velünk maradsz, de ha új barlangot keresel magadnak, az is a te dolgod. Neked nem parancsol senki. Így is én veled maradunk, mondta Vuk, ha megengeded. Bolond beszéd érzékenyült el karak, persze, hogy megengedem, hiszen örülök, ha látlak benneteket, de ezt úgy is tudjátok. Csend volt ekkor az erdőben. A három róka nézte egymást, és úgy érezték, mintha valami fogadalmat tettek volna. Aztán felállt karak, és elindultak az erdő mélye felé, hol mindig hambas volt az árnyék, és mindenféle titulatos dolgok történtek, melyet ember szeme meg nem láthatott. Egy fiatal fenyvesben vertek tanyát, és azután szép napok következtek.